Sziasztok! Ma egy hamburgerbe való csirke fasírtot fogok nektek készíteni, csirkehúsból készült fasírtot, de csinálhatod pulykából is akár. Itt mutatom, hogy hogyan csontozom ki, szépen utána összevágom kisebb darabokra. Nekem van darálom, gépi darálom, de neked nincsen, csak esetleg egy jó kis aprító géped van, akkor jó apróra vágd össze a húst, és esetleg a bőrét vedd le, vagy vegyél csirke mellett inkább, és akkor csirkemellből készítsd. Én azért csinálom a combból, mert kíváncsi voltam, hogy milyen íze lesz, és nagyon finom íze lett. Egy 1 egész fej hagymát, és 3-4 darab kereszt fokhagymát is beledaráltam. Látok, ez már itt szépen jól össze van darálva, nem kell még külön jó apróra összevágni a hagymát. Ezzel is nyertünk időt is, és szépen után ledaráltuk. Ebben benne van, mondom, a bőrke is, tehát hogy ez ilyen jó szaftos, kicsit a zsírja is ugye benne van a csirkének. Nekem kell ebbe tenni prézit, de ha te szerintem a gépeddel aprítod fel, akkor előfordulhat, hogy nem kell bele prézni, se tojást nem teszünk bele. Tojást csak akkor tegyél bele, ha aznap mindet elkészíted, és kicsit nagyobb vastag apusokat szeretnél, mint ez a lapos hús, amit én fogok készíteni. Besóztam, befűszereztem, majoránna, bors, kömény került bele, meg egy kicsi wok fűszer keverék, de az is elhagyható nyugodtan. Tehát ízlés szerint fűszerezd be, és miután összegyurmálkoltuk jól, akkor veszünk egy tálba egy préznit, és előtte én papírokat fogok fölvágni, zsírpapírt, ugyanis én le fogom fagyasztani, ezt csak egyetlen egyet fogok megsütni. A tojást azért nem teszem bele, mert a fagyasztóba azért, amikor kiolvad, szóval ez nem egy egészséges dolog, én szerintem. Tehát hagyjuk így, és azért csináljuk laposra, hogy olyan teljes mértékben nem is nagyon kell neki kiolvadnia, mert lehet sütni majd, ha fasírozott hamburgert készítünk. A hamburgert egy jó nagy adagot megfogunk, és szépen laposra kinyomkodjuk, majd mindjárt látni is lehet, hogy hogyan, mennyire lapos, és kettőt teszünk egy ilyen csikra, és utána egy következő csikra fogunk tenni húsikat, és hát tudjátok, ez egy jó vékony húsi, hogy minél gyorsabban megsüljön, körülbelül egy olyan fél centi vastag lehet. És elmondom nektek, hogy különösen finom lett. Tehát, hogy egész jó íze lett neki a csirkecomból. Csirkemellből nem tudom, én ugye száraznak találom a csirke mellett még ehhez is, de mind aki nem, az nyugodtan csinálja abból, vagy pulykamellből, pulykahúsból is lehet. A lényeg az, hogy ilyen jó vékonyra tapicskoljuk ki, és ezt el fogom vágni, és behúzom nájlonzacskóba, és már készen is van a fagyasztásra ez a húsi, szépen. És így külön tudod választani, ahány darabot szeretnél, annyit fogsz megsütni, és nem kell külön-külön mindegyiket bezacskózni. Szépen kibontod, lehúzod a nejlon, vagy a nejlonból kiveszed, és kiveszel belőle egy vagy két, ami éppen kell. És már mehet is a fagyasztóba. Ez egy ilyen kis előkészület, nincs bent tojás, ami a fontos, ez itt egy palacsintasütő, ebbe fogom nektek kisütni. Azt nézem, hogy mennyire forró, mert most megint villanytűzhelyen sütök, hogy az ablak nyitva lehessen, és ne legyen túl büdös az egész házba. Én szépen beletettem, kicsit megnyomkodjuk, ugye a hamburger húsot, a marhahúst is meg szokták nyomkodni. A múltkor marhahúsból készítettem, meg készítettem már sertésből is, van fent recept. Az is nagyon jó, abban nincs prézli sem, csak úgy magától úgy szépen összeáll. Ez pedig, ebbe tettem egy kis prézlit, mert egy laza volt, zsíros laza volt a húsi, megfordítottuk. Még majd egy kicsit sütjük mindkét oldalán. Olyan 4-4 perc mindegyik oldalán, és készen van a húsunk. Hát sok sikert kívánok hozzá nektek, jó hamburgerezést, vagy éppen főzelékhez. Csináljátok meg, készítsétek el, iratkozzatok fel, és kövessetek, sziasztok!